Török Bálinton számtalan csodálatos kiállítást láthatunk itt a Falu Múzeumban. Ez a mai az ön számára miért olyan különös, ha jól tudom, akkor rengeteg kiállításra ellátogat? Igen, én szeretek kiállításokra járni, ide különösen szívesen jövök, mert olyan barátságosan fogadnak a házigazdák, hogy úgy érzi az ember, mintha hazajönne tényleg. Ez a kiállítás talán azért különleges a számomra, mert bár ismerem Török Jolit évek óta, hiszen ő is jár a kiállításokra, de soha nem láttam semmilyen műalkotását, tehát rendkívül kíváncsi voltam arra, hogy mi fogad majd itt, és el vagyok ragadtatva, tényleg azt kell, hogy mondjam, gyönyörűséges képek. Valahogy épp arról beszéltünk, hogy érződik az is, hogy ezeket nő festette. Valami olyan finom, érzékeny, lágy megjelenítése a világnak, amit szerintem leginkább egy nő képes, úgyhogy én nekem nagyon tetszenek, és szívből ajánlom mindenkinek, érdemes eljönni. Van egyébként az ön számára különösen kedves technika, illetve téma, amit nagyon szeret képeken viszont látni? Hát én nagyon szeretem mondjuk a szecessziót, a prerafaelitákat, tehát az azt jelenti, hogy figurális ábrázolásokat szívesen látok. Itt ugye nem ez a jellemző, itt a természet a fő szereplő, azt lehet mondani, és az legalább olyan örömmel tölt el engem, mintha figurákat látok. Sok helyre jár, kiállításokat látogat. Mit tapasztal, mennyire nyitottak az emberek, és akár a fiatalabb generáció, mennyire van mögöttünk egy olyan nemzedék, aki valóban egy kiállítás látogató érdeklődő lesz? Hát ebben sajnos azt hiszem van még tennivaló, mert hogy mivel én tényleg járok kiállításokra, ugyanazokkal az emberekkel találkozom általában a legtöbb kiállításon, illetve az éppen adott művésznek esetleg a rokonai, barátai eljönnek, és ha azoknak vannak gyerekei, akkor néha látunk fiatalokat. De nagy részt inkább az én korosztályom, vagy egy kicsit fiatalabbak a látogatók. Tehát érdemes lenne rávenni a fiatalokat arra, hogy járjanak kiállítás megnyitóra. Ön személy szerint próbálkozott valamilyen alkotó munkával esetleg, vagy csak csodálója ezeknek a műveknek? Az ember megfertőződik, az egész egyértelmű, úgyhogy én fotózni szoktam, úgyhogy ki is állítottak már fényképeket, tehát úgy értendő a fotózás, meg kerámiákat is készítettem társművészek segítségével persze, úgyhogy ez a kettő azt hiszem, ahol kipróbáltam magam. Török Joli egy csodálatos művész innen Török Bálintról, és hát hazai pályán mondhatjuk ugye, hogy itthon lesz egy kiállítás, ami egészen különleges technikával, technikákkal készült. Egy kicsit mesélj erről. Igen, hát elég változatos a színpalettám is, és a technikai paletta is, ugyanis minden technika más gondolkodásmódot, más filozófiát kíván, és én nagyon szeretem a monotípiákat is, amit majd itt baloldalt látunk egy hatos sorozatban. Ez rézlemezre készült olaj technikával, és egy nyomó, két nyomó henger között viszem át a hordozó felületre, ami egy művészeti nyomó papír, és így keletkezik a kép. Az a bravúr benne, hogyha tudjuk azt közölni, amit szeretnénk, mert a nyomás által ez változik, ez a formavilág, a szín is keveredik, tehát alapszíneket rakok föl elsősorban, és ott keverem ki a szín, tehát úgy készül abszolút expresszíven az egész. Nagyon szeretem ezt a technikát, első perctől kezdve egyik kedvencem, tehát váltakozva a technikában is, és széles színpalettával dolgozom, bár megjegyzem, hogy a fekete-fehéret is nagyon szeretem. Itt nem látható, ez egy színesebb, természetközeli válogatás, de a grafikát is nagyon kedvelem. Tehát a tusnak a varázsa az abszolút, tehát minden műfajban. Úgy érzem, hogy a mai ember számára is egyre fontosabb a természettel való kapcsolódás. Ez megjelenik a képeiden keresztül is, egy kicsit beszélj arról, hogy te magad miként éled meg, és mennyire hat rád ez a kapcsolat a természettel. Hát nagy humanista vagyok, úgyhogy ember és minden más élőlény is teljes mértékben hat rám, és nagy szeretettel fordulok a természet felé, és értő figyelemmel. És nagyon szeretem az emberi kapcsolatokat, rendezett kapcsolatban élek családommal, barátokkal, tehát olyan alapon nyugszik, hogy ez így táplál engem, és a természet az, ami kimeríthetetlen
forrás mind a témában, mind pedig a hétköznapi szabadidőmben is, a kert, a család, tehát a szűkebb és a tágabb környezetem is nagyon fontos. Ezért választottuk Török Bálintot lakóhelyül, és 22 éve itt élünk a családunkkal, és nagyon-nagyon szeretem. Amit láttok itt ezen a válogatáson, a természetből merítkezem, de nem ülök ki a tájba, plenér, nem úgy festem, hanem a saját szűrőmön keresztül engedem át a képeket, és úgymond látomásos képeket festek. Tehát az kerül majd a hordozóra, papírra, vászonra, és hát itt is a technikai változatosság jelen van, mert van olyan, amit úgy gondolom, hogy akrillal tudok nagyon gyorsan létrehozni, és van olyan, amit olajjal. De olyan is van, hogy kréta, és hát a monotípia is, az mindig vissza, tehát mindig visszatérek a grafikai dolgokhoz is. Hát itt van dráma, líra, és minden, de hát ez én vagyok. Tehát az arszpoétikám, hogy őszintén alkotni, tehát hitelesnek maradni. Ez a kiállítás mennyi időbe telt, mennyi idő alatt épült fel, és tulajdonképpen ezek a gyönyörű alkotások mennyi időt vettek igénybe, illetve van ennek tovább gondolása, amit esetleg úgy érzel, hogy erre épülve majd egy következő kiállítás készült? Abszolút van. Ez az elmúlt 3 év gyakorlatilag a pandémia, és azt megelőző első év volt egy ilyen meditatív időszak, amikor ezek a képek készültek, és igazából, ha megnézed, akkor tényleg mind a természethez kapcsolódik valamilyen módon. Van olyan, amit színben tartva, itt a zöldes árnyalat, ez így, én is meglepődtem, amikor felraktuk, hogy mennyi zöldet használok. Nagyon szeretem, tehát a természetjárás, a természetközelség az én közegem. És van folytatás is, igen. Ahogy belépünk, itt szemben található az üdvözlőfa, ami a mi kultúránkban inkább almafa, vagy diófa, hosszú életű fa. A keleti kultúrában egy ilyen féloldalasra metszett fa, amit látunk majd itt szemben. És a másik pedig a bölcsességfája, ami annyi minden belefér, ami rakódik az életünkben, amit összecsipegetünk. És hát így már ebben a korban sok minden van, úgyhogy kicsit későn kezdtem el, de ha versenyt futok az idővel néha, de ha visszapillantok, gyakorlatilag nem bánkódhatom, mert van miből táplálkoznom, tehát a megélt élmények, tehát ezek ott vannak, benn maradtak, tehát semmit sem vesztettem el gyakorlatilag az elmúlt évek során. Megemlítettük a pandémiát is, hogy milyen izgalmas, hogy ez talán egy kicsit visszacsatolja az embert a természethez, de van egy másik oldala is, az ember bezárása is, bezárkózása. Ez nem ihletett meg téged, hogy ezt a két kontrasztot így egymás mellé tenni esetleg? De abszolút, és a bezártságból is készült sok kép, ami kimondottan a pandémiáról szól, de az be van zárva most, mert örülök, hogy kinyílt a világ, és nem ezt akarom mutatni mindenkinek ebből, most szerintem éppen elege van. Úgyhogy reménykedve nézek a jövőbe, de azok a képek megvannak, úgyhogy szerintem igen, majd azok is kikerülnek, amikor már elég erőt gyűjtöttünk a szabadságból, és egy kicsit vissza tudunk pillantani, de hogy is nem, abszolút módon. És méretben is, ha látják a nézők, különböző méretek vannak. Ez a témától, tehát annyira változatosan úgy érzem, hogy van, amihez nem kell nagy felület, és van, amihez meg nagyobb, úgyhogy otthon egészen nagy méretű munkák is találhatók, nem csak ilyen kisebb lélegzetűek. A kiállítás meddig tekinthető meg itt Török Bálinton a Falu Múzeumban? Április 20-áig tekinthető meg, és hát nagy szeretettel várok sok mindenkit, mert most sokan nem tudtak eljönni különböző okok miatt. Betegség, gyerekek, influenza járvány és a többi. De aki eljött, azt nagy szeretettel köszöntöm, és hát ez egy ünnep az embernek, amikor ugye az alkotó teremben dolgozik az ember egymagában, és akkor nem is gondol arra, hogy ezt majd kiteszi a közönség elé.
Úgyhogy ez egy olyan, nem is tudom, megmérettetés, de talán nem is az, hanem egy feltállalás, egy kitárulkozás. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és fogadjátok őszinte szívvel.